2001 óta működik Ovi Galéria az intézményben. Karácsony és húsvét előtt ünnepi hét keretében rendeznek kiállítást, amelyre nem csak a gyermekeket, hanem a szülőket és a rokonokat is várják. Ezúttal Zlejko Hudek horvát festőművész munkáit állították ki. Őt a Kendli Majori művész telepről ismerhetik a kanizsaiak. A Zlejko elsősorban a színeivel fogja meg a gyerekeket, meg a vidámságával. Tehát a gyerekekre mindenképpen hatnak a Zlejko képek, és nagyon sokan úgy is viszik haza a Zlejko képet, hogy a gyerekszobába fogják felrakni. A tegnapi kiállítás megnyitón a kanizsai horvát tambura zenekar, valamint a nevelési intézmény horvát csoportja is fellépett. A program ma további horvát kulturális értékek bemutatásával folytatódott. Egy kis dalocskára, ugye az alapvető lépéseket, a kóló az a horvát körtánc, és annak a kis lépéseit fogjuk a mai napon megismertetni a gyerekekkel, hiszen nem minden gyermek tagja ennek a kis horvát csoportnak. A műsor után azok a gyermekek is megnézték a kiállítást, akik tegnap nem látták.